Na srácok, itt vagyunk Vác állomáson, de mi most nem a váci vasútállomást akarjuk megnézni, hanem 39-kor elcsípni azt a csatolt BZ-motot, hiszen egy mellékvonali túrára megyünk ma, méghozzá a 75-ös vasúti vonalra, ugye ez a balassagyarmati vasútvonal, és hát azért találtam ezt ki, mert egyrészt kicsit untam már a flörtöt fecskét, és olyan rég utaztam BZ-móttal, és hát videó még nincs is BZ-módról, BZ-módból, úgyhogy gondoltam, hogy ma csapatunk egy ilyet, egyébként ezzel a fecskével érkeztem, ugye a Budapest nyugati Vác gyorsítottal, ugye idáig nem állt meg sehol, ez nagyon-nagyon gyors, 20 perc alatt itt lehet lenni. És akkor ezzel csapatjuk tovább. Kicsit most itt hangos a légkör, de fel is szállunk. Na, hát az előző kocsi az jó teli volt, úgyhogy átjöttem ebbe. Lehet, hogy nem fogunk tudni leülni, tehát annyi bajunk legyen, igazából nem sokat fogunk menni, hanem Verőce Mária kútnál fogunk leszállni. Azért választottam ezt, mert sok időm nincs, és így a legoptimálisabb a visszatérési lehetőség ide Vácra, aztán utána a nyugatiba. De gondoltam, hogy olyan rég voltunk BZ-zni, hát illetve, mint ahogy mondtam, videóban még nem is voltunk, inkább rég voltam BZ-zni, veletek meg még sosem voltam, ugye. BZ és Úzsgyi, ugye ezek mellékvonali vonatok, ugye ez is egy mellékvonal, nyilván most még nem ott vagyunk, de ugye ez a 75-ös mellékvonalra fog rácsatlakozni, és hát pont Lacival beszéltem, aki ezen a vonalon vezet, és ő mondta, hogy hát Balassagyarmat az egy 2,5 órás út, ami azért nem semmi, én nem tudtam, nem néztem a menetrendet soha, de mondta, hogy jó sok lassú jel van, lassan halad a BZ ezen a vonalon, úgyhogy hát nem semmi, 2,5 óra Balassagyarmat innen, azért az nem feltétlenül éri meg vonattal, nyilván, hogyha nincs más lehetőséget, akkor kénytelen vagy azzal menni. Tehát most el fogunk indulni innen 11 óra 39 perckor, még van 2 percünk, és azt hiszem 55-re fogunk Verőce Mária kútra érkezni, ami a harmadik megálló, azt hiszem a ezen a, innen Váctól, ugye ezen a vonalon. Úgyhogy hát csapatjuk. Bácsi is átjön ide, mert jó sokan vannak a másikban. És hát majd itt fogom nektek mutatni a vonalat, ahol haladunk. Nyilván az üveg az kicsit karcos, meg van roncsolva. És záródnak az ajtók, tehát csapatjuk, indulunk, srácok. Hú, de rég ültem ilyen mellékvonali viszonylaton. Hát nem ma volt utoljára. Ugye BZ még sosem szerepelt itt a csatornán, ha de, hogy ne, rég egy palánk van, ugye, az is ez a vonal egyébként többek között. Szerepel, de utazni nem utaztunk rajta. Úgy, ugye az, ami a másik ilyen mellékvonali típus. Hát Úgyival most nem nagyon találkozunk, viszont ugye Budapesten Úgyival még találkozhatunk, őben a Kispesten, én is elcsíptem például, és ugye videóztam is Úgyiról. Jó sokan meg is néztétek. BZ-motot azonban tudtommal nem nagyon láthatunk Budapesten, ha csak nem téved be egy mit tudom én, szerelésre vagy ilyesmi, de szerintem azt sem ott intézik. De ahogy Laci mondta, ugye tőle kértem segítséget, ő ezen a vonalon beugrós vezető most már, mert régebben konkrétan, ha jól tudom, akkor főállásba csapatta, és ő mondta, hogy egy pillanat. Na, itt vagyok, csak közben a jegyet kellett megmutatom, egyébként a tapon vettem meg a jegyet, sokkal jobban jártok ti is, mert egyrészt olcsó, másrészt nem kell feleslegesen papírt nyomtatni. Mondom, ezért is olcsó. Szóval, hogy Laci ezen a vonalon, fővonalon, vagy fővonalon, szóval ezen a vonalon vezetett, de most már csak beugrósként van itt. És hát nem is tudom, hogy mit akartam kihozni ebből, de a lényeg az, hogy azért BZ-vel Budapesten belül nem nagyon találkozunk, Úzsgyival még annál inkább. Haladunk. És akkor itt vagyunk közben Kisvác megállóhelynél, és majd most fogunk elkanyarodni az egyvágányú pályára. Azt hiszem ezután, a megálló után, mert a következő már azon a
az egyvágányú pálya mellett található. Láthatjátok, hogy mellettünk még megvan a másik vonal is, tehát még nem ágasztunk ketté, majd most fogjuk ezt megtenni. Látjátok, hogy továbbra is még itt vagyunk, tehát még nem fordultunk le, de nem sokára megtesszük, szerintem mindjárt. Ó, bocsánat, akkor elfelejtettem, mert Fenyves-hegy még előtte van, és azt pont tegnap meg is néztem igazából, mert először itt akartam esetlegesen leszállni, de láttam, hogy itt még együtt van a két vonal, és majd most fog eltérni tulajdonképpen itt Fenyves-hegy és Verőince magasságában. Na, most távolodunk el, látjátok. És innentől kezdve, hát eddig is egy vágányú volt tulajdonképpen menetirány szerint, de ugye mellettünk volt a másik vasúti vonal. Úgyhogy szépen haladunk. Na hát leszálltunk itt Magyar Kút Verőcénél. Itt láthatjátok a szépséget. Ugye hát ez biztos az ittenieknek már nem túl izgalmas, hiszen minden nap ezt látják, de mi budapestieknek ez még... Budapestieknek ez kuriózum tulajdonképpen. Természetesen ugye nem egy villamosított pályáról beszélünk, de hát a BZ esetében ez nem okoz problémát. Gyönyörű. Gyönyörű ez a táj szerintem. És a BZ az pont ide illik. És itt vagyunk Magyar Kút Verőce. Az állomás épület, vagy megálló épület, az úgy néz ki, hogy már be van zárva. Nem tudom, hogy mióta, de hát feelingében akkor tulajdonképpen teljes mértékben megvagyunk. Egy mellékvonali, megálló mellékvonali pálya, villamosítatlan bézés. Tehát egy ilyen pályát csak bézével és úgyival tudok elképzelni jelen pillanatban. Nem látom itt magam előtt a villamosított flörtök halmazát. Hát egy kicsit elsétálunk, mert hogy időnk az van, olyan sok nincs egyébként. Direkt ezt választottam ki, mert hogy 12 óra 4 perckor már érkezik a visszafele tartó BZ, de hát nem, nincs is itt igazából mit nézni, nem azért jöttünk el feltétlenül, hogy valami borzasztó izgalmas dolgot mutassak nektek, hanem alapvetően azért jöttünk el, mert kedvem támad BZ-zni igazából, és BZ-zni nem nagyon BZ-ztünk így a csatornán, csak olyan szempontból, hogy BZ-t láttunk ugye Szlovákiában és Ipolyságnál is, ugye Drégei Palánkon is, amikor ugye a Magyarországot, illetve Szlovákiát összekötő, ma már nem létező vasúti vonalról készítettem videót. Hozzáteszem azt, ugye mindig napirenden tartják, hogy vissza kellene varázsolni, nem lenne rossz egyébként szerintem. És itt mögöttem ez a hegy, ez csodálatos, meg ez az egész környezet ugye. Egy egészen más feeling, mint mondjuk tegnap Apajon. Annak is megvan a maga hangulata, de ennek is bőségesen is itt egy kitöntött tábla is. Ez a bejárat, hát már nem nagyon olvasható, de Magyar Kút Verőce van ráírva. Megnézzük az állomásépület másik oldalát. Ja, ne haragudjatok egyébként, hogy a vonaton nem voltam túl összeszedett, amikor ott beszéltem, csak hát pont még a... Nagyon kedves volt egyébként, és ez megint csak olyan mellékvonali feelinge volt, hogy persze igazából soha nem szoktam panaszkodni a jegykezelőkre, mert abszolút nem szokott nekem semmilyen negatív tapasztalatom lenni velük szemben. Viszont itt ez a különösen kedves, látta, hogy videózom, odajött, hogy elnézést. Tehát, hogy igazából ez a dolga, és hogy nem kellett volna ezért elnézést kérnie, hogy elkérje egyemet, de meg volt benne az a fajta jó szándék, hogy ezt megtegye mégis, és ezért is kavarodtam egy kicsit bele a dumámba, mert hogy pont közben a jegyemet kezelte. Rutinosan egyébként elhoztam a tabomat, hogy majd a tabomról mutatom a jegyet, és ne a telefont kelljen ezért átcsesztetnem itt videózás közben. Hát sajnos az épület az halott, úgyhogy már nem üzemen kívül van. De szerintem itt a mellékvonalon ez majdnem minden ilyen kisebb megállóra, nyilván a kitérős megállókra ez nem igaz, hiszen ott kell
ott kell, hogy legyen valami, valaki dolgozó, aki irányítja a dolgokat. De ugye itt ez nem egy kitérős megálló, egyébként az épület maga tényleg szép lenne. Meg ugye az egész környezet, azt nézzétek meg, srácok, és engem nézzetek, hát belőlem láttok eleget. Gyönyörű ez az egész táj szerintem. Akas kukorékolás. A feeling az nagyon megvan. És itt valami elhagyott ólszerűség. Hát egy ilyen környezetben halad itt a bézi. Egyébként, és azt nem is mondtam el nektek, srácok, hihetetlen mód sűrűn jár óránként. Úgyhogy az itteni közlekedés, az kiváló egyébként. Tényleg. Nem lehet panasz. Láthatjátok. Hoppá, a fókuszt elvesztettük. Most már láthatjátok. Hát és a pályát azt láthatjátok, hogy kicsit olyan, mint most voltunk ugye Bécsbe, a Práterbe, a Vidámparkba. Kicsit olyan, mint egy jobb hullámvasút. Úgyhogy nem csodálom, hogy azok a lassú jelek be vannak készítve. Idefele is eléggé lassan és döcögösen jöttünk. Hát úgy dobált a bézé, mint az állat. Úgyhogy azért ez a megint csak a mellékvonalak hangulata, ez a hullámvasutazás igazából katasztrofális állapotban van szerintem ez a pálya, és tudom, hogy most megkapom kommentbe, hogy hát bezzeg, majd nálunk néz meg valami esetleg még vidéki, még eldugottabb, még kisebb forgalmú mellékvonalon. Rendben van, elfogadom, de én azt gondolom, hogy már ez sem korrekt, tehát ez sem normális. Egyébként a kihasználtság az a maximumon van, srácok, tehát hogy hihetetlen mód, alig nem fértünk el, tehát én azért maradtam ott ki, nem azért, mert nem mertem bemenni videózni, hát tudjátok, hogy ez nekem nem probléma, hogy videózzak, de egyszerűen nem volt hely, úgyhogy hihetetlen, egy óránként indul a vonat, és most nem is vagyunk abban a fő csúcsidőszakban, hiszen itt vagyunk, én a 11 óra 39-es vonattal jöttem el, és most a 12 óra 8-as vonattal megyek vissza Vácra. Aztán majd a nyugatiba, hihetetlen mód sűrű volt, ugye. De hát tök jó ez a csatlakozás igazából, ha azt veszük ide, 45 perc alatt el lehet jönni a nyugatiból. Azért az még mindig nagyon-nagyon király egy átszállással, úgyhogy a BZ természetesen megvár, hiszen csatlakozó járat. Úgyhogy nem csodálom, hogy ki van használva ez a vonal. Mi lett amúgy? Hát ott volt egy lakó, az elhagyta. Nem az épületnek kell foglalkozni az utasokkal. Hova megy WC-re, hogy hát kétség a vonat. Hát azt gondolom, igen. Na hát erről van ez. És mikor volt utoljára úgy, hogy be lehetett menni mondjuk WC-zni, vagy... Így ebbe, belaktak. Hát egy 15 éve. 15 éve még mondjuk... Volt mint, WC. Aha, tehát mint... Hagyjuk. De egy 20 éve, hogy nincs váróterem. Tavaly jöttem ugyanígy. Nem, hát több is, hogy... Május közepén víz, egy gram se, de mivel megindították a csapot, egy embernek szóltam én. Aha. Abban a pillanatban ma jöttek a vendégek csapolni, ez itt a csapolni. És egyébként itt a utazás az jó? Pontos a vonat? Jó lenni, jó lenni. Ez jó lenne, de sokat késik. De a Pesti miatt. Sokszor késik. És bevárja, ugye be kell várni, mert csatlakozó, persze. Múltkor itt voltam én, szemtanú, ebben az időben, amiben most van, 12 óra valahány perckor körül, itt lenne a vonatnak. Aha. Nem volt, 2 órakor értem Bátra. Itt nem mondom sokat, de legalább 6 darab fiatal hölgy. Ebben volt idősebb is utána, nők. Hát férfiak beugranak egy bokorba, elvégzik a dolgokat. De ez a nő, azok a fiatal nők, hogy húzok le, budjik ott a népeket. Persze. Szóval Nincs ez egy hangos bemondó semmi. Vagy mondjuk azt mondtam, mert ugye videót is készítettem, azt mondtam a videóban egyébként, hogy maga az, hogy egy óránként jár a vonat, az egy nagyon jó a mellékvonalhoz képest. Nagyon jó.
nagy és azért dolog. Vácon, az, én nem nyugati pomoly jöttem, most ide 45 perc alatt ide értem, tehát hogy... Jó a közlekedés, ha a Pesti nem késik, ez hajszám pontosan jön. Aha. Sőt, amikor onnan előbb is jön, mert ugye kijavították a pályát, gyorsult egy kicsit, aha, de azért bevárja az idejét. Hát mondjuk szóval. Azért én sokat járok ilyen helyekre, azért innen is látjuk, hogy egy jó hullámvasút a pálya, ha most arra elnéz az ember. Tehát azért dobál a vonat. Magyar kút felé, hogy a talpák el vannak rohadva. Igen? De akkor a Magyar út 15 éve az állomási épület nem úgy funkcionál, hogy kellene. Hát már több is. Aha. Már több is. 20-25 éve fel. Nos, hogy ilyen karrozár rendetlenül hát igen. Azt tudja, milyen volt annak a teteje? Ribbityára össze volt törve. Az igen. Az és igen. Azt kérdeztem a karavasztom, mondom, tessék mondani, miért az, hogy ilyet nem tetszett volna törve. Mondom, az nem olyan, mint az öreg, aki ma össze van törve. Hajtam, egyetlen, amit mondtam, hogy hajszár pontos, 60 most, mire elindul pont. Ilyenkor három felé ez olyan idejében kis forrása. De köszönöm szépen! Na hát volt egy kis késés, de hát akkor itt ezekkel a képsorokkal búcsúzom, ott áll bent a vonatunk megy vissza Diós Jenőre. Úgyhogy én megköszönöm nektek most a figyelmet, hogyha meghívnátok egy vonatjegyre, akkor PayPal Patreon a leírásba. Ne felejtsetek a megjegyzésbe beírni, hogy hova szeretnétek, hogy menjek. Facebookos csoport e-mail cím szintúgy. Sziasztok!